Sziasztok! Szép estét kívánok! Folytatjuk a Diablót egy kis esti játékkal. Mert hát a Diablo az jó. Így lehet menni, ütni, szinteződni, meg gyűjtögetni. Úgyhogy ez lesz a mai program. Meglátjuk, hogy meddig. Ameddig jó a kedv. Alapvetően, meg amíg jó az internet. Na hát nézzük is. Itt vagyunk, Károllyal. Jó. Na, nem is tudom pontosan, hogy hol hagytuk abba, mert olyan régen játszottunk. Na nézzük. Hú, hát az testben van sok minden. Pontosabban az inventory-ba. Na, csak ki tudom mondani. Lassan lehet jobb lenne egy jobb fegyver. Bár mondjuk... Hát nem tudom. Lehet még majd később. Na, akkor ledobunk pár dolgot. Azt mondja, hogy... Jó. Rossz gomb. És ide is tudok tenni, ugye? Ah, nagyon jó. Oké. Hát, mondjuk azért a biztonság kedvéért hagyok párat. Ezeket meg eladjuk. Meg letesszük a pénzt. Jó. Na, a maradékot meg eladjuk. Nem, Sedit Adri rendes. Mármint, hogy... Tea. Oké, azt mondja, hogy... Mi jó nekem ugye a Vend, meg a Dagger, ugye? Akkor miért Shortswordon van? Hát ezek olyan sok damage-et nem adnak. Meg minek vegyek, majd találok. Úgy gondolom. Hát XRT, vagy lehet, hogy más playerrel, hogyha online játszok. Talán. Na, mit akartam? Oké, ez lesz a következő. Igen, itt hagytuk abba. És akkor Kárszinál le kell adni a questet. Ha megtalálom, persze. Fönt, de... Kárszia Kovács, igen. De... Nem azt mondta, hogy... Ja, jó, ja nem, ezt csak megcsinálj egy izét később, jó, 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 oké, oké, most már emlékszem, emlékszem. Jó, megcsinál nekünk egy itemet, de az még most nem... Nem most lesz, hanem majd később. Jó, rendben van, akkor megyünk tovább. És akkor végül is ez következik. És elvileg itt is hagytuk abba. Csak nincs portálunk. Hát mindegy, akkor remélünk, hogy van waypointunk. Aha. Ja, itt hagytuk abba. És innen megyünk tovább.
Jó, na teljes a banda most már. Hello, Sheriff. Hát rábízom a munka nagyját a munkatársakra. Hűha. De nem ér engem célozni egyből. Oké. Már is. Jó. Oké. Ja, még ezen az oldalon körülnézünk. Aha. Menjünk tovább. Sheriff, az jól hangzik. Cségós még nincs így a témák között. Meglepő. Nyilván majd azért specifikáljuk, Sheriff, hogy pontosan mit tudjon az a bot. Tehát, hogy milyen infókat lehet. Katakombákba le kell menni, vagy érdemes lemenni. Itt körbenézünk. Hát valószínűleg majd le kell menni. Hát bejöttünk ide, de nincs senki. Jó, hát akkor oda... Oda lemegyünk. Jó. Eddig tetszik, hát Far Cry. Tehát... I sense a demonic presence here. Na hál' az égnek. Szóval, aki szereti a Far Cry-t, az biztos, hogy szereti ezt a játékot is, meg akinek, aki, tehát annak biztos tetszik. De hát egy Far Cry, szóval egyelőre nem kér sokat. De amúgy ezt jól csinálja. Mi a... Nem is tudtam, hogy vannak itt ilyen töretek is. Nem is emlékeztem rá. Mondjuk... Élesztettem volna föl. Na mindegy. Ja, szóval alapvetően jó, jó az új Far Cry, nekem tetszik. Hát olyan Far Cry. Na,
Majd még megvárjuk, hogy a sztori végére mi lesz. Arra azért kíváncsi vagyok, de meglátjuk. Ja, persze, köszi Face. Nyilván figyelek azért így időnként, csak... Kedvest és írablás. Jó, akkor megyünk arra tovább fölfele. Hát igen, Sheriff, de tudod, ez is egy jó bevált receptnek a... hogy mondjam, a... újra fazonírozása, hogy úgy mondjam. Nyilván ettől ez még nem könnyű így csinálni, tehát... ettől ez még az egy nehéz dolog, de jól hozzák, tehát jól csinálják. Működik igazából. De ez ugyanaz, mint az Assassin's Creed is, hogy... most nyilván nem azt mondom, hogy mindegyik ugyanaz, mert azért ilyet nem mondok, de... de azért nagyon kísértetiesen hasonlítanak. Viszont azt nagyon jól hozza, hogy tényleg minőség, jó minőségű, még a maga kis apró hibáival is, meg hát a hangulata nagyon jó, tehát ennyi. Jó, hát akkor vissza is jövünk erre. Igen, erre. Most itt a remasterekre gondolsz? Gondolom. Mert a GTA 6 ez még egy pár évet várni kell rá. Jó. I am overburdened. Hello, Tubasz, szia! Jó...
Mindjárt megnézzük. Ezt a szintet kitakarítjuk. És akkor lehet, hogy hazaugrunk. Jó, na. Hello, para. Okay, your ID. Stay a while and listen. It's Paladin. Ez meg 10 defense, hát... Nem, egyik se jó. Hát akkor eladjuk. What can I do for you? Okay. Kicsit stashelünk. Na mindegy, szóval tényleg tetszik a Far Cry. Egy olyan furcsaság van, de ez nekem mindig ilyen furcsaság marad, hogy ilyen spanyol nyelvterületen spanyol anyanyelvű karakterek miért beszélnek angolul spanyol akcentussal. Mert legalább akkor legyen akcentus nélkül, tudod. De ez már inkább ilyen kötöz... Ó, bazd meg, pókok. Bocsánat. De utálom a pókokat. Köszi, Sherita, Adri.
Gyerünk tovább. Hello, kekerényi. Hát ez szomorú. Nem, nem, hétköznap nem millerezünk. Az a másnapi munkarovására megy mindig akkor. Részemről legalábbis mindig. Úgyhogy, mivel egy hónap sok órát tartok, ezért nem javasolt részemről ez a dolog, úgyhogy csak sima tea. Juha. Már megint? Oké. Jó. Itt mi történik? Nem tudom, mennyire örülnének a munkatársak, meg ugye főnököm, hogyha italszaggal mennék be. Nem biztos, hogy olyan nagyon díjaznák. Van szondáztatás, kekerényi? Hát igen. Mondjuk nálunk... Én nem tudom, hogy van ilyen. Szerintem nincs amúgy. Legalábbis én még nem hallottam ilyenről. De... Nem is hinném, hogy olyan nagyon gyakori, hogy valaki... ittesen megy bedolgozni. Ugye amúgy se, de... Szerintem nálunk se. Tehát... Bár a fene tudja, nem tudom, nem hiszem amúgy. Én legalábbis arról még nem hallottam, hogy valakit azért kellett hazaküldeni kollégát. Vagy hogy egyetemről általában, mert be volt rúgva. Azért... Tényleg ritka, vagy hát... Nem, én ilyet még nem hallottam. Körbe mentünk itt is. Ja nem, erre még el kell menni. Jó. I can't carry anymore. Thank you.
Úgy jól érzem, hogy combosabbak lettek ezek a pókok. Sedit Adri, az jó. Az fasza. Mi a... Majdnem fagyos lett. Na. I am overburdened. Lehet, hogy majd hazaugrunk megint. Van valahol egy József. Ja nem. Az szívás. Táncoló nénik a kampusz udvarán. Hát ez felettébb furcsa, sheriff. De ilyen idős nénik? Mármint tudom, ilyet nem illik mondani, de... Hát kekerényi, lehet, hogy majd nyomom multiba is, csak most úgy egyedül volt kedvem játszani, mármint úgy értve, hogy így streambe. Jó, akkor eljövünk erre. Érdekes, sheriff. Mert ha mondjuk így szerdánként vagy csütörtökönként látnál fiatalokat, akkor mondjuk azt megértem, bár ugye most már a loviban nincsen zenés táncos mulatság így hétköznapokon. Legalábbis ahogy én tudom. Mi ez a dörk? Tovább. Ó, XRT, az jól hangzik. Identify. Good to see you. Hát ezek nekem annyira nem jó, gondolom. Jó.
Na, eladjuk ezeket a mészeket. Vagy ezt nem itt kéne. Ezt itt adjam el, vagy a varázslónőnél? Hát nem nagyon sebez többet valamivel, de... 3-10... 3-8... Itt jó. Hát ezt mondjuk már lehet, hogy... Lehet, hogy ezt lecserélem. Hová? Mindegy, meglátjuk. Ja, itt erre a jó. Akkor még jó, hogy... Jó, hogy eladtam. Ja, igen, mert nem javítható. Na mindegy, megyünk vele egy kicsit, aztán majd szerzünk egy másikat. Jó, még stash-elünk. Mondom, stash-elünk. Azt mondja, hogy faster castrate. Ez megad a damage-re, úgyhogy az mindenképp jó. Oké, meg akkor skilleljünk. Hát csak a summonra kéne. Hát egy ilyet bedobunk még. Jó, és akkor... hát egy kicsit a vitality-re adunk most. Mert úgy érzem, hogy... lehet, hogy fog kelleni. Hát nem érte meg, de nem baj. Más nem hazavisszük, aztán eladjuk. Hát igen, Serif, nem tudom, lehet, hogy ez ilyen ingyen reklám célzatú dolog. Hát ha így sokan látják, hogy csinálják, aztán hát ha valaki kedvet kap csatlakozni. Ahogy látom, akkor ki is takarítottuk a szintet. Hát lehet, hogy hazaugrunk, de... Szerintem most csak ezzel a waypointossal. Erre. De akkor mit? Ja, eladni ezeket. Ja. What can I do for you? Megnézem a stashbe, hogy van-e valami fegyverem amúgy. Hát akkor lehet, hogy ezt elvisszük magunkkal. Biztos, ami biztos. Tehát ha tönkre megy, akkor valami legyen. Na és akkor menjünk tovább.
Na. Jó, SSID. Ó. Már egy olyan érzésem, hogy ez se nekem való. Hát igen, jók ezek a SSID-ig. Emlékszem, amikor én kezdtem az egyetemet, akkor még ugye nem nagyon volt ilyen. Nem is tudom, hogy szerintem nem, edulóm se volt még meg semmi ilyesmi. Ugye fölfel megyünk tovább. Hát kb. Akkor indult a Neptun. Hát azután, hogy kezdtem az egyetemet. 2004-ben kezdtem, 2005 óta van Neptun, azt hiszem, vagy 2006, valahogy így. És emlékszem 2004-ben, hát albérletes voltam, tehát nekem nem jutott koli. És még a lakótársam agyaltunk így első évben, hogy bekössük-e az internetet, azt mondtuk, hogy minek? Fölösleges. Most már ez ilyen viccesen hangzik. Hátizsák probléma. Jó. Hát igen, igen, de én még az agrát mondom. Az még 2010-ben is a MAT épületben volt. Tehát még az infokart is ott kezdtem. A MAT épületben. Mármint, hogy 2010-ben a MAT épületben volt az infokar, és én még ott kezdtem. De én az agrát mondom, én azt kezdtem el 2004-be. És akkor még így mondtuk, hogy minek internet, hát. És mire használnánk.
Szóval, ja, egy kicsit más volt még akkoriba a helyzet. Hát, igen, én valahogy nem tudom miért folyamatosan nyomkodom. Azt is nehéz volt megszokni, hogy na jobb klikket nyomjam. Mert olyan nagyon sokat loloztam egyébként. Nem, nem azért. Na hát bejöttünk ide, ahol nem van semmi. Jó, de ja, valóban elég lenne folyamatosan nyomni. Na, akkor erre tovább. Ja. Jöjjünk erre lefele. Támasztunk egy mage-et, mert abból három lehet. Oké. Hát én engem a FPS-ekben ez az ugrálás annyira idegesít. Én ezért szerettem valamelyest a Siege-et, hogy abban nem lehet. Hát, tényleg önt meglát az ellenfél és akkor elkezd ugrabugrálni. Mondjuk még csébe hagyjad. Annyira nem vészes tán. De mit tudom én, jó mondjuk hülyeség most főhozni példának a Fortnite-ot, mert... Abban más is idegesít, de... Hát mondom, ez a... Nem az, hogy elkezd lőni, hanem ott ugrabugrál. Nem Fallout, Fortnite. Igen. Na menjünk erre tovább lefele. Jó, itt a kövi szint. Ez is megvan, de még nem megyünk be. Mert még ott észak-keletre el kell mennünk.
Oké. Jó, hát... körbejártunk. Ugye? Mindenhol. Ja, úgyhogy akkor megint ugrás haza. Ja, semmi gond se itt, Adri, ez... másra is előfordul, hogy félrehallja a dolgokat. Hát itt sok cucc nem fér azért. Az a helyzet. Hát ezt már lehet ki is dobhatnám, mi? Mindegy. Letesszük így. Oké, na gyerünk tovább. Dárdát? Aha. Erzsikének? Jó. Na, gyerünk akkor a kövi szintre. Várjatok, csak kéne egy... József. Csak már egyel kevesebben vagyunk. Na, most már jó. Teljes a létszám. Boss time. Ah.
Oh-oh. Baj van. Hol vannak a kollégák? Vissza meg. Ez baj. Igen, ez így. Nem az igazi. Basszus. Megmondta. Lassan elfogynak a holttestek. Paladin only. Jaj. Nem baj. Adunk pár dolgot, meg... Veszünk fel healt. Csak most kollégák honnan lesznek? Ez a nagy kérdésem. Nagy heal már nem nagyon van. Ja, megjavítunk. Azt már néztem az előbb, hogy... Ja. Erzsike. Őt hogy is tudom? Aha. Neki nem kéne valamit betenni? Be kéne, nem?
De most nincs is semmink olyan. Hát de spearing nincs. Max venni tudnánk, de... esetleg nézzük meg, hogy tudunk-e venni. Hát tudnánk. Hát megpróbáljuk ezt. Mindegy, megnézzük. Akkor ez mégse jó? Mert ide nem ezért kéne. Bó. Megpróbáljuk. Csak tényleg már fogalmam sincs. Hát igen. Jó, mindegy, akkor neki ilyet kell adni. Hát elsikerít. De miért engem? Jó. Back to the hell that spawned you, Dario. Hát de itt annyi cucc van, hogy ezért biztos, hogy vissza kell jönni mindér. Mármint, hogy hát remélem vissza tudok. Jaj, az is. This is a great victory indeed. Meglátjuk. But many more battles await. I will accompany you on your journey, lending what assistance I can. Remember, Diablo is still out there, seeking something in the desert. I'm afraid that this nightmare will not end until you find what it is that he seeks. Okay. Hmm.
Hát ez jobb szerintem. Akvetlenül. Jó, akkor azt csináljuk, hogy eladunk egy pár dolgot. Meg lepakolunk a stashbe, hogy legyen helyünk. Remélem vissza tudok oda menni. Hát letesszük ezt is ide. Hát valamit adunk, valamit meg. Körbenézek itt, hogy mi van még. Hát, ha van valami jó cucc még. De nem igen látok. Szevasz. Good evening. Hát ezeket eladom, szerintem. Skate strength. Ezeket meg letesszük. Jó, és akkor még azért az egy dolgért visszamegyek. Oké. Okay. Jó. És akkor ez egy set. Na majd még lesz hozzá egyéb is. Jó. Varivba kell visszamenni. Na visszatesszük a cuccainkat. Sok ez egy kicsit, hát alig van helyünk. Ez mit keres itt? Jó. Nem szóltok, én meg teljesen kiszáradok. Ja de, ott Varga már körs kérte, úgyhogy. Annyira benne voltam a boss fight-ba, hogy... Jó. Na, mit akarsz? Farewell, my friend. Kösz.
Jó. Más valaki akar még esetleg körbe rajongani? Hogy milyen fasz a gyerek vagyok? Nem? Jó. Oké, és akkor Varrive... Az hol van? Na, ide visszamegyek, itt nyilván már nincs semmi. Ugye? Ja, mert ott egyel föntebb tudunk menni. Igen. Ja, várj! The caravan is prepared. We may now journey eastward. To loot Golain. Ja, és akkor megyünk tovább, oké. Okay. Világos, minden világos. First time in many weeks, I slept. However, the dreams returned, but these were clearly not my own. I beheld a vision of a great man, the mage Talrasha. You were there too, Tyriel. I remember seeing you in my dream. His brethren had cornered a great demon, Baal, Lord of Destruction, who had been sent loose upon the world. They attempted to imprison the demon within a sacred stone. Yet when their attempts failed, Talrasha selflessly volunteered to contain the demon within himself, completing the prison. He instructed his brethren to bind him within a tomb, buried under the sand, there to wrestle with the demon. Now you know what I seek, Marius. This is my brother. Sleep now. We set out with the dawn. The next morning, we walked over the hill toward Loot Golain. I had no idea then of the horrors that were in store for me there. No. Hello. Kívánok. Greetings, honored traveler. I am Jaren, Lord of Loot Golain. And I bid you welcome to my Fairport city. I'm glad to know that once again, caravans are free to travel through the Western Pass. For some time now, we have been under siege by an evil power that I cannot identify. Strange, it all began when a dark wanderer came this way,
looking for the tomb of Tal'Rasha. No one knows exactly where Tal'Rasha, Keeper of Bale, is entombed, but it is certain to be far out in the desert. Now my people whisper tales of the dead rising from their tombs, and horrible creatures lurking amongst the moonlit dunes. Even I have witnessed things which I cannot explain. I've ordered the port closed and all trade ships moored until I am sure that my city is safe. Atma, the tavern keeper, has an important mission for you. Go see her immediately. You'll find her on the other side of town. Now I must return to the palace. I apologize, but I can't invite you in. Things are rather a mess right now. Mm-hmm. Okay. Gólem az teljesen ideg állapotban van. Oké. Na, akkor nézzünk szét. Itt a, hát mondom, hogy faluban. Hát faluban. Hát, amúgy tényleg baromi jól néz ki. You may not pass. Köszönöm az információt. I bet you wonder how this town manages to stay safe with all the trouble going on out in the desert. Well, I can tell you that it's got nothing to do with the local town guards. They're all in the palace for some reason. Jaren hired me and my mercenaries to help keep the peace around here. We're not cheap, but we're the best this wasteland has to offer. Mm-hmm. Ah, és akkor itt lehet embert bérelni. És akkor ez helyette vagy mellé? Vagy még nem lehet. Helyette, aha, jó. Hát Erzsikét még nem cseréljük le most. Nem őt keressük, kit keresünk? Kit keresünk, vagy ide menjünk le? A Sewersbe kell lemenni, vagy nem is figyeltem. Oda, ugye? Gondolom. Lejövünk munkatársakat szerezni. Igen, valakivel gondolom beszélnem kell. De mindegy, szerzünk munkatársakat, és akkor utána... Jó. Megyünk majd. Hm.
Hát igen, mondjuk sok lehetőség nem volt, hogy merre menjünk. Lehet visszamenni. Érdekes. Jó, hogy úgy lehet átmenni. Aha. Jó, értem. Azt hiszem legalábbis. Na mindegy, ott még erre eljövünk. Töltjük egy kicsit a staminát. Hello, Combi. Szép estét. Na jó, akkor szerintem menjünk most vissza, és akkor csak kipikkelem azt a questet. De senkinek a feje fölött nem volt amúgy felkiáltó jel, szóval. I don't know why you people keep pestering me. Graze seems to have this place locked down nice and tight. Not that I couldn't have done the same. I've proven my valor in combat plenty of times. Oh. I don't expect this of you, but if you want to help me, I would be grateful. In the sewers below our city, there lurks a horrid creature that hungers for human flesh. The creature has killed many, including my son and my husband. Na, esküld le a csatornám, akkor. If you destroy it, I will reward you. Please, be careful though. That beast has taken enough from us already. The sewer entrance is through the trapdoor, just up the street. Ja, akkor ott is le lehet menni. Jó, értem. És akkor ez... adta is a questet? Nagyon jó, oké. Radamant Slayer. Jó. És ott lehet lemenni, ott van a... De nekünk van saját
portálunk. Na, Cserit Adriennek nagyon örülök. Használd fel okosan és megfontoltan. De nekünk most egy ilyen lentebb kéne menni, nem? Az viszont nem erre van. Ja, ott, ott, ott. Na, gyerünk. Hát jó, hát valamennyi kis damage azért csak van. Tehát az már, ha bajt nem csinál, akkor jó. Nem úgy, mint a Far Cry-ban az NPC-k. Csak a bajt hozzák a fejemre. Itt van a következő szint, de még nem végeztünk.
Ez igazi labirintus. Köszi a gondolatot, hogy megosztottad velem XRT. Figyelek majd. Mert ugye az egyik az mérgező, a másik meg frízel talán. Tehát más a hatás. Ez meg fire damage, ha jól gondolom legalábbis. Random amúgy? Hát nem tudom, megnézzük majd. És egy waypoint. Nagyon jó. Oké, és hát akkor mehetünk a következő szintre. Sok mindent itt nem dobált nekünk a játék. Csak eltalálok már. Hullasztás. Hát... I am overburdened. Ja. Na. Jó, na, stotra megadunk. Hát... és manát. Bár eddig még nem volt gondom, hogy elfogyott. Vitality. A life menne föl. Hát menjen, mindegy. Mi baj lehet? Na. Oké, hármas szint. Thank you.
Okay. Lassan mehetünk haza. Hogy itt van-e valami. Nincsen. Harmadik pálya? Hát igen. Már 25-ös szint. Nem is tudom én most hanyadik szintű vagyok hirtelen. Majd megnézzük. Fire Resist az nem tűnik itt hülyeségnek. Nagyon tüzelít mindenki most. Kollégák nagyon megálltak kávészünetre. Jó. Ja, kimentek dohányozni. Jó, hát akkor erre is meg vagyunk.
Valami nagyon furcsa. Oké. Igazi csapatmunka volt. Na, mi ez a sok... TP haza. Hol van a... Itt tud... Ah, Kane. Ő tud... Igen. Kösz. Jó, hát ezt eladjuk. Kinek tudjuk itt eladni? Fara? I know much about the ancient religions. I was trained as a paladin of Zakharum in the Eastern Koras Temple many years ago. Köszönöm az infót. Vagy trade. Ah, igen, itt neki tudjuk eladni. Oké. Stashbe lerakunk pár dolgot. Is vissza. Hodratic scroll. És ez mit tud? Horadric scroll akarom mondani. Az mire jó amúgy? Már nem emlékszem. Book of skill. Ezek még később lesznek. Hát nem tudom. Továbbra is a summoning az, ami nekem érdekes. Ez ad a defense-ükre. Golem. Hát az élet. Attack rating. Menjen. Oké. Jó, mit akartam? Itt még nézzünk szét. De más itt nincsen. Ja. Hát akkor gondolom visszamegyünk. De mintha jelezné egy ládát. De ezt már kinyitottuk. Ja, jó. Hát akkor visszamegyünk, leadjuk a questet, gondolom. Ja igen, az a quest item volt. Így van. Jó, akkor... Lehet, nem lehet volna muszáj tépézni, de...
see you. Ah, the lost Herodric scroll. What a fortunate turn of events. As the last living Herodrim, I alone have knowledge of its meaning. Now, to read the Herodric runes it bears. The Herodric mages, after binding Bale within Tal Rasha, magically sealed off his burial chamber from the mortal realm. Those same mages also crafted fearsome Herodric staves and imbued them with the special power to open the chamber's hidden door. After nearly losing one to the thievery of a rogue sorcerer, they divided all the Herodric staves into two parts, wooden shaft and metal headpiece, hiding them separately to safeguard them. The Herodrim foresaw our current plight and designed the hiding places to reveal themselves to worthy heroes like you. Collect both parts of a Herodric staff and unite them using a Herodric cube. Then you may enter Tal Rasha's burial chamber. Világos. Össze kell gyűjtenünk ezeket a cuccokat. Hát a 43 több mint a 26. Legalábbis amikor még legutóbb ellenőriztem. Jó, és akkor kell a cube. A shaft. És a headpiece. Jó. És az Atma, az, és el kell mennünk Atmához a rewardja. De előbb lesztesselünk egy kis pénzt. De nem ide, hanem ide. Jó, és ezeket pedig eladjuk farának. Oké, mehetünk. Hol van Atma? Ja, ez a... They say that the taste of vengeance is bittersweet. I find it to my liking. In addition to my undying gratitude, I have spoken on your behalf with the rest of the townspeople. The merchants have agreed to show their gratitude by offering their wares and services at lower rates. Oh, Jaren wants to see you too. You'll find him in front of the palace. Okay, super. Super. Na, quest complete. Nagyon jó. És akkor itt van a Herodric staff, és akkor ez lesz a következő, amit most csinálnunk kell. Nagyon jó. Ó, stop soros. Köszi haver, az egy évet. Atya ég. Ez igen. Egy év. Ez rengeteg. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Köszi szépen. Jó a pólóm? Hát kár, hogy a pólom jobb, mint ami rám van írva, mármint, hogy ez a póló tényleg nagyon jó. Na, még javítsunk már meg a cuccainkat. És akkor, Good evening. Nem akarok veled beszélni. Na jó, hol tudunk itt kijutni? Mert most el kéne mennünk a... Hát nincs mit, stop soros, tényleg köszi, hogy... Hogy... ilyen sok... ilyen régóta itt vagy. Ez egy kapu kifele? Benne biztos, hogy nekem most erre kéne jönnöm. A kollégák elég jó hullanak.
Hát az lehet. Nem tudom, nekem ez nagyon gyanús, hogy erre kell nekem jönni amúgy. Mindegy. Most már erre jövünk. Jó. Oké, és topsoros. Amúgy nem sokára következik. Hát valamikor, hát egy hónap múlva mondjuk, szerintem november közepe az már Pythonozás lesz. Remélem addigra sikerül fölélesztenem úgy rendesen. Tehát, hogy tényleg jól működjön ez a Twitch apis dolog. De szerintem rendben lesz. Az igen, stopsoros. Jó. A Dry Hills, oké. Arra kell tovább menni majd. De még akkor itt körbejárunk. Igen, Dry Hills lesz ahova mennünk kell. Kezdek aggódni. Thank you.
can't carry anymore. Okay. Jövünk erre tovább. Hát nem, mert erre nincs semmi, úgyhogy akkor amarra. Jó, azt felvettük, megyünk tovább. Sokat sebeznek ezek a áramos akármi. Jó, hát itt lassan visszajutunk a faluba. Altövénél lesz egy barlang. Jó, hát szerintem lassan körbejárjuk. Hát még erre eljövünk. Bár szerintem itt már van. Ja. Itt visszajutunk a faluba. Igen. Jó. Akkor lehet, hogy ez jól jött. Fire Resist Shrine. Jó, lehet, hogy visszamegyünk most a faluba.
I can't carry anymore. Un po' di ferni. Sebe se fog ide férni. Hát mondjuk így már igen. Na jó, ezt identifáljuk. Jóljuk. Visszamegyünk a faluba. Hol az ajtó. És akkor kicsit lepakolunk, meg föl szedünk egy kis hírt. Nem, nem jobb. Úgyhogy akkor eladjuk, ezt is eladjuk. Ezt még letesszük a stashbe. Fara. Feltankolunk hírből. Jó. Így van Tomás Kóla, Dio az Diablo. Na hát Vitality-re adunk most, én úgy gondolom, mert kicsit néha kevésnek érzem. És akkor a skillek között... Hát valami ilyesmit kéne csinálni. Nem? Azból, hát... Nem is tudom. Hát, megpróbáljuk. Max nem jön be. Na és akkor most már tényleg megyünk tovább. Volt Tomás Kóla próbó, emlékszem is rá, hogy írt. Kollégákat kellett volna teremteni. Ennyi, meg is van. Shrine. Ez hasznos. Most itt meg fogadjunk, hogy egy darab olyan villámszóró izése lesz. Bőrket. Hm.
Kardos macska. Vagy szabjás, nem is tudom, hogy a saber az mi pontosan. Szabjai. Nem tudom, hogy készült ebbe a játékból magyarítás. Elképzelem, hogy a szabjás macska bajnok. Volt utalás a hétfői progórán Tomaszkól. Ezt az egy picit pontosítsd, mert olyan furán hangzik. Ha érted, mire gondolok. És itt van valami. Igen, itt föl lehet jönni. Ja. Ezek bombákat dobálnak. Ja, igen, igen, igen. Jó, jók vagyunk. Azt hiszem. Sedit Adri, alkudni mindenhol kell. Vagy legalábbis meg kell próbálni. Hidd el nekem, hogy meglepődné, hogy milyen sok helyen működik. Olyan helyeken is, ahol tényleg nem gondolnád. Hát vizsga végén, hát igen, mondjuk az... Az egy nehéz kérdés mindig. Ugye amikor jön a mentő kérdés a kettesért. Mennyit enged a feléből, így van. Stop, soros. Micsoda life hack. Ezt okvetlenül legközebb megjátszuk. Ez mi?
Ja. Aha. House of the Dead. Ott lesz gondolom majd az első ilyen item, amit keresnünk kell. Oasis, ez meg a Oasis, ez meg a másik, vagy Oasis. Na mindegy, ez, itt ott meg a másik item lesz, amit keresünk. Remek, egy jó kis waypoint. Jó, még mielőtt lemegyünk, akkor még azért itt körbejárjuk, hogy nehogy valaki kimaradjon a dologból. Cold resist. I am overburdened. Na hát nagyjából körbejártuk. Ja, és itt vagyunk megint a Lightningnál, úgyhogy menjünk vissza. És akkor szerintem le is megyünk oda. Az a TP. Jó. Na. Good evening. És hát lassan, ugye ebből még lesz gondolom boots, csizma, meg akkor elvileg cap is. Jó, gondolom. És akkor úgy lesz meg a set. Ja nem, Arctic Horn lesz még. Aha, jó. Oké, és... Na hát a maradékot eladjuk. Hát igen, stopsoros, lehet, hogy eladja a kasszát is. Jó, és akkor lesztesselünk egy pár dolgot. Hát hírt hagyunk magunknál, mert
biztos, ami biztos. Meg ledepozitolunk. Jó, gyerünk vissza. Hello, Rainbow Warrior. Hát egy picit pár dologról lemaradtál, de hát ez a Diablo 2, tehát olyan nagy spoilert azért nem lehet már csinálni szerintem. Még nem megyünk le, mert itt még nem voltunk mindenhol. Vannak páran. De sima ügy. Beszéljünk Sovát Norbiról. Szerintem. Ha csak a felét érteni, amiről beszél, már az is sok. Sok. Na, mindegy. Értitek?
De kellett volna most meghalni. Hát akkor ez is megvan. Jó, akkor megyünk egy szinten lentebb. Hát Shedit Adri amúgy a rendszeresség nagyon sokat számít szerintem. Bár megmondom őszintén, hogy én nekem nem biztos, hogy tanácsot kéne adnom ilyen jellegű témában, mert én ugye a szerencsésebbekhez tartozom olyan szempontból, hogy én kvázi mindegy mennyit eszek és mennyit mozgok. Én nekem nincsenek ilyen problémáim. Tehát én nekem, az én számból egy kicsit ilyen okoskodásnak hathat ez. Tehát teljes joggal, amúgy. Azt meg semmiképp se szeretném. De állítólag a rendszeres megfelelő étrenddel, illetve a rendszeres és személyre szabott megfelelő mozgással sokat lehet javítani a dolgon. De mondom, ez részemről tényleg csak ilyen okoskodásnak tűnhet. Azt még tényleg nem akarnám, mert ennek nincs sok értelme. Az biztos, hogy egy nagyon nehéz dolog. Tehát az, ebben biztos vagyok. Ja, ennyi. Ez egy nehéz dolog, na. XRT amúgy már lassan kezdem érezni, hogy veseim van. Hát igen, ez nyilván egy ilyen speciális helyzet volt. Én is azért igyekszem nyilván másokból, de azért járni konditerembe, meg és odafigyelni a testmozgásra. Én nekem ugye az ülő munka az, ami tehát ugye a hátamat kikészíti, meg hát a szokásos mindegy, az ülés nem jó. És hát ugye a lezárás alatt oda se lehetett igazán menni. Na, vagytok még? Hogy ne lennének?
Ja, erre. Hát, Shadid Adri, én megmondom őszintén, hogy persze egy jó szék sokat számít, de itt önmagával az üléssel van gond. Tehát az, hogy, ülsz 10 órát adott esetben, és az persze számít egy jó szék, sokat számíthat egy jó szék, de nem ment meg, ilyen párna, meg... Tehát ez mind ilyen picit segít, de attól még a helyzet nem jó. Tehát az ülés, az vehetsz akármilyen széket, meg akármilyen tényleg bármit. Az rossz. Már ha csak ülsz egész nap, úgy értem. Én amúgy a izébe járok, az Unifitbe. Annyiban jó, hogy néha föláll az ember, tehát tényleg ez az állítható asztal, ez tényleg annyiból jó, tehát nem muszáj ülnöd. Tehát meg tudod azt tenni, hogy fölállsz időnként, hogy állsz egy fél órát, 20 percet, akkor leülsz, tehát valamennyit javít a helyzeten, de továbbra is azt mondom, hogy a rendszeres és tudatos testmozgás, az igazi. Hát igen, mondjuk Shadid Adri, ebbe igazad van, hogy állítható azt a nélkül is föl tudsz állni, csak tudod, hogyha nagyon pörög a meló, akkor nem teheted meg azt, hogy fél órára ott hagyod. Nem, akkor csinálni kell. Na, itt már vannak népek. Azért alapvetően. Ez Rainbow Warrior, ez a probléma, hogy tehát 19 évesen az nem normális, hogy egyfolytában fáj a hátad. Ott valamilyen mozgást kéne végezni, hogy lenyújtani, vagy valamit, tudod, hogy... Tehát nyilván a személyre szabottan, tehát most nem azt mondom, hogy mit csinálj, mert hát fogalmam sincs, hogy mit kéne csinálnod, meg milyen mozgást, de valamit biztos, hogy
kéne csinálnod. Speedrunoltam a családi betegséget. Ez zseniális. Na szóval tényleg azt mondom, hogy kell valami. Tényleg is személyre szabottan, szakemberrel. És itt nem a Sobert Norbira gondoltam. Jó. Bepörgettük. Hát igen, mondjuk a hallgatóknak viszonylag kedvezményes a például az Unifit is. De hát ott is most csak hogy elmész, azt nyilván az is sokat számít, hogy már ott csinálsz valamit. Annyi a talán a probléma, hogy ott ez a személyi jegyzők azok elég drágák. Tehát azok azért hát drága, mindegy. Mondjuk szerintem a hát most ebben nem vagyok biztos, de szerintem a Deathoz is le lehet menni egyébként, ott is vannak ilyen. Hát az, hogy mennyire nyílt edzések, azt most hirtelen nem tudom megmondani. Ott van a Horadri Cube. Már is fölvesszük. Az a quest item. Yep. Na mi van még itt? Oké. És akkor még elmegyünk a másik irányba is. Szóval szerintem ott is van valami, de erre majd rákérdezek, hogy pontosan hogy működik. De egyébként, ha jól tudom, tesi órát föl lehet venni mindenfél évbe. És ott azért vannak ingyenes tesi órák, és jól tudom, hogy nem minden, tehát mit tudom én ilyen, lehet, hogy nektek ilyen szertorna az nem lenne jó. Hát amúgy is kivesz fő szertornát, akinek nincs ilyen, szerintem csak azok, akiknek nincs ilyen nettó halálfélelmük már, hogy ránéznek ilyen szerre. Na mindegy, szóval ott tesi órát mindenfélbe föl lehet venni. És néha még az is sokat segít. És az azért szerintem ingyen van.
Nyilván a helyek ott is azért fogynak, de... Meg lehet, hogy ott is van ilyen gerinc torna, meg ilyesmi. Bár ezt nem tudom pontosan. Akkor itt is körbe mentünk. Szerintem... Hát megnézzük, hogy... De szerintem az a lejárat volt ide, ugye? Igen. Jó, hát akkor... Szerintem visszatépézünk. Na, ez is, stopsoros, ez is egy tökéletes dolog, hogy sok esetben tényleg az nagyon sokat segít, hogy tényleg csak ilyen néhány, ilyen mondjuk 5-10 perces nyújtó gyakorlatokat, csak tényleg azt is szakemberre azért le kell egyeztetni, mert úgy a tuti. De való igaz, hogy azok is jók. És hogy írja is Kambli, hogy egy sokszor fel se kell venni, tényleg meg lehet beszélni ott a tesi tanára edzővel, attól függ, hogy milyen téma van, hogy, hogy csak bejárj. Na, mi van nálunk? Adj Isten, mindjárt jövünk csak. Jó, a többit meg lerakjuk. Na, akkor leadjuk ezt a cuccot. You have quite a treasure there in that Herodric cube. According to Herodric lore, the cube can restore a Herodric staff. To do it, use the cube as you would a scroll. When the cube opens, place both pieces of the staff into it and use the cube's transmute power. You'll be pleased to know that the cube has other alchemical uses as well. 6 gems plus 1 sword transmute into a socketed long sword. You may also transmute 2 quivers of crossbow bolts into 1 quiver of arrows, while 2 quivers of arrows yield 1 quiver of bolts. I must leave it to you to discover other formulas. Ó, és akkor mit lehet most lehet tuningolni a lehet tuningolni a cuccokat. Aha. Értem. Oké. Okay. Hát ezt majd kibogarásszuk, hogy hogy működik, mert nem is tudom, hogy van-e valami olyan cuccom most. Hát nem nagyon. Aha. Jó. Oké. Okay. Jó. Hát lehet, hogy stopsoros azért 2009, mert már 2008-szor kibannolták valamelyik csatornáról. Nem, csak viccelek. Jó, oké is. Jó. Na, megint pörgettük, viszont ma már megállunk, mert azért... Run! Azért kell sok lenni. Jó. Úgyhogy... Ja. Jó.
Tényleg mára én megköszönöm, mert már tényleg esteledik, és holnap meg hát órát kell tartani, úgyhogy 2008 különböző csatornára, igen, az is jó, az is jó. Jó. Oké, és na, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Megint ilyen szép számban. Köszönöm a followokat, csíreket, szubokat, donéteket, de tényleg legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb csütörtökön lesz stream, így van, programozás, meg pénteken is, és szerintem hétvégén folytatjuk a Far Cry-t, de majd meglátjuk. Még most azt nem ígérem, mert még most nem látom teljesen, hogy lesz. Na, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Legyen további kellemes estétek, és kellemes hetetek. Sziasztok!